mi az, amit adna a drága Mikulás bácsinak? Állami Mikulás bácsi vagyok. Valamikor egy jobb módú Mikulás voltam, most már csak egy ilyen állami télapó bácsi lettem. Üres a puttonyom, nem lehetne valamit. Meg lehet nézni, tessék. Üres a puttonya a Mikulás bácsinak. Gondolom, hogy van család, van gyerek, ugye, hogy szeretne valamit adni, hát mostanában. Én, hogy a más gyerekeknek, persze, üres a Mikula, tessék meg, tessenek beletenni valamit. Egy jól menő butik ez, tessék egy kicsit. Ruhát vagy valamit. Ez az állami kölcsönzőből van. Ez nem butik ruha, ez állami kölcsönző. Szeretnénk valamit adni, milyen... Ezek a gazdag emberek, ezek ilyenek, igaz? Na mindegy, mindegy. Ne is söpörjön előttük, mert... Menjünk tovább. Megyünk a Mikulás bácsi, menjünk valahol, ahol valami, mert ilyen nagyobb dolgot a Mikulás bácsinak nem ad valami? Tessék a puttonyba, ide tartozik? Oda tartozik? Akkor ezt beletesszük, nem? Oda adja, adakozásba. Tessék beletenni nyugodtan. A lángost is. Köszönjük szépen, megyünk tovább. Esernyőt is tessék beletenni a Mikulásba. Menjünk akkor, menjünk. Menjünk tovább. Oda tetszett adni ezt a Mikulást. Menjünk akkor tovább. Köszönöm szépen, tessék szeseni. Beletenni. Köszönjük szépen. Ilyen jó adakozása. Nagyon szépen köszönjük. Vannak még jó emberek, köszönjük szépen, az állam nevében nagyon szépen köszönjük. Hát akarunk a gyerekeknek adni valamit, és most megfordult a kocka, ugye, mi kérünk. Most már tele van lassan a puttonyom, de úgy, hogy közadakozásból, ezt még meg kell tanulni, mert egy új fogalom. Itt esetleg, hogyha valamit kaphatnánk, egy kis paprikát, paradicsomot. De hagymát ne tessék a gyereknek adni. Paprikát! Répát! Köszönjük szépen a répát, tessék szívesen. Répa, retek, mogyoró, korán reggel, ritkán rikkant a rigó. Kis madarak, mit tudtok adni, drága kis madaraim? Magyar madarak! Édes kis csillagom! A boldogság kék madara az bizony elrepült. Na menjünk, ne tessék tovább enni, mert Mikulás jön, tessék szívesenni valamit adni, tessék szívesenni valamit beletenni, ne mustár, üveg visszaváltóz, nagyon jó, visszük, tessék, tessék, nem baj az, köszönjük szépen, Mikulás bácsi köszöni, igen. Keresi a Mikulát! Nem kell. Tudom. Tessék szesen valamit beletenni a Mikulás bácsinak. A gyerekeknek szeretnénk ugye valamit adni, és összegyűjtjük Mikulásra. Köszönöm nagyon szépen, áldja meg a Jóisten. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük a Mikulás bácsi. Mennyi gyereknek lesz jó káposztás, cvekedli? Kicsit az üzemi meg ugye a óvodai panaszkodnak, hogy... Elvesznek belőle, lehet utánfutója van már az állami Mikulás bácsinak. Tessék esetleg ezt a kalapot odaadni a gyerek, hogyha fölnő, hogy legyen neki kalap. Kis hús tessék már adni ez a káposztához, mert savanyú a gyereknek önmagába egy kis állami Mikulás. Tessék valamit ide beletenni a puttonyba. Egy kis jó cselekedet. Köszönjük szépen. Ne tessék elvenni a gyerekek Mikulásából. Ezt kapod Mikulásra, kisfiam. Köszönjük szépen, Annuska néni, a gyerekeknek. Önnek is vannak, gondolom, gyerekei, una. Jaj, ne tessék a gyerekek. Jó van, nagyon szépen köszönjük. Menjünk tovább. Lessünk csodát, egy kis halat is. Kezi csókolom. De igen, víz, hogyha beletetszik a puttonyba tenni. Köszönjük szépen. Nem vállaljuk, tessék csak. Tessék, tessék szívesen, már egy lángos van benne, lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Tegye már, Marika néni, várjon egy kicsit! Hát csókolom magának, semmi se drága, saját maga adakozzon! Lárifári! Megyünk tovább! Mikulás bácsinak azt az 1000 forintos nagyon megköszönnék, és odaadja!
2000 forint, 3000 forint. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen, jó egészséget. Tedd be ide, kisfiam, puttonyba, nagyon köszönjük. 3000 forint. Gyertek, drága kis csillagjaim. Te meg, jaj, te vagy az operatőr. Szerbusztok a tévé mögött, kis Mikulás gyerekek. Na gyertek, menjünk csak tovább. Elnézést, üdvözlöm. A Mikulás vagyok. Tessék szívesen kinyitni. Hát én nem nyitom ki, ha nem tudom, hogy ki az. Hát tessék megnézni, a Mikulás vagyok. Kit keres? Elnézést, Tessék. Csókolom, elnézést a zavarásért, a Mikulás vagyok. Kit keres? Mondom, kit keres? Önöket keressük. Tessék megnézni, hogy a Mikulás vagyok. Megszakadtunk, csókolom. Itt vagyok. Üdvözlöm, tényleg a Mikulás vagyok. Nem? Halló? Igen? Tetszik hallani? Igen, hallom. A Mikulás vagyok, tessék szeresenni kijönni. Én nem tudok kimenni, mert Piki baba van a házban, és nem tudom itt hagyni. Ajjajjajjaj. Beengedni meg nem tudom, mert kutyák van. Jó, jó, a kutyától én is félek. Na most elnézést egy pillanatra. Hát, mégis a Mikulás vagyok. Tudom, láttam. Tetszett látni? Igen. Értem. És nincs valaki, aki ki tudna jönni? Nincsen a házban senki. Ez borzalmas. Miért? Hát mert a Mikulás vagyok. Hát nem, nem elkéstem, hanem előre, hát tervezés van. Jó, hát köszönjük szépen, de hát... De jól megtetszett nézni, hogy a Mikulás vagyok? Igen, láttam, hogy a Mikulás. Értem. Tessék a gyereket megkérdezni, hogy esetleg... Értem. Viszont hallásra. Hát, én nem tudom, mikor beszélgethetnénk máskor így kaputelefonon. Hát, sajnos nem aktuális, mondom, nagyon kicsi a gyerek. Hát nem aktuális, de hát mire megnő a gyerek... Addigra meg jön majd másik Mikulás. Szoktak járni ide mások is? Igen. Hát, pedig hát... Én úgy tudtam, hogy ez egy ilyen... külön... Hát rész nekem is 2-3 helyem van. Viszont halászra, ne haragudjon, de dolgom van. Hát én is a dolgomat végzem, mert hát Mikulás vagyok. Viszont halászra, uram. Kezi csókolom.